Sportdíj átadó ünnepséget tartottak Gödöllőn, ahol elismerésben részesítették a 2012 évi sporteredmények alapján a sportolókat, edzőket, sportvezetőket. A két éve megalakult Gödöllői Szövetség a Sportért szervezet külön díjban részesítette Szabados Istvánt, a Teva Gödöllői Röplabda Klub utánpótlás edzőjét. Szabados István edző a röplabda utánpótlás motorja. A testnevelési egyetem elvégzése után 2006-ban került a Gödöllő Röplabda Klubhoz. Jelenleg a Hajós Alfréd általános iskola testnevelő tanára. Gödöllőre kerülése után azonnal bekapcsolódott a GRC utánpótlás nevelő munkájába. Szakedzői képesítéssel rendelkezik. Mivel nem csak jó szakember, hanem jó pedagógus is, így egyre több kislánnyal szeretteti meg a röplabdázást. Jelenleg több mint 100 fő utánpótláskorú kislány röpizik Gödöllőn. A játékosok korosztályok szerint összesen 4 csoportban heti 3-4 edzésen vesznek részt. Az utánpótlás részt vesz a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett junior, ifjúsági serdülő, gyermek és mini bajnokságban. Ezen kívül neveztek a Budapest bajnokságba, valamint a Pest megyei bajnokságba is. Nyáron kislány tanítványai strandröplabdázásra járnak. A Gödöllő Sportszövetség megbízásából a városi mindennapos testnevelési programban is részt vesz testnevelési foglalkozások tartásával. A fiatal sportember, ahogyan azt az átadó ünnepségen előadott laudációban is megfogalmazták, a röplabda utánpótlás motorja. Sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Régió Plus televízió által közvetített sportmérkőzéseket is ő kommentálja. Dabasról származom, 6 éve élek most már itt Gödöllőn. A családommal van egy 3 éves kisfiam és egy gyönyörű feleségem. A Hajós Alfréd általános iskola testnevelő tanára vagyok szeptembertől. Előtte a Madács iskolában dolgoztam, és gyakorlatilag amióta itt élek, azóta foglalkozom a röplabdázással városi szinten. És honnan jött a sport szeretete? Hát az korán jött, már nagyon fiatalon nem tudtam a fenekemen ülni, és gyakorlatilag minden délután valamit sportoltunk annak idején a barátokkal. Először fociztam, még MB2-ben is voltam ifjúsági bajnok, de aztán jött a röplabda, és valahogy a röplabdában jobban ki tudtam bontakozni. Dabason egy olyan gimnáziumban jártam, ahol 3 testnevelő volt, és mind a 3 röplabdás. Tehát így gyakorlatilag, aki oda bekerült, annak már adott volt, hogy milyen sportágat fog választani. És Dabason az MB2-ből bejutott a csapat az MB1-be, ez volt 2001 tájékán. Akkor én is a csapat tagja voltam, majd MB1-ben kétszer is negyedikek lettünk. Így a legjobb eredményem talán ez felnőtt szinten. Aztán bekerültem a testnevelési egyetemre, a TF-re, és hát ott folytatódott a röplabda iránti szeretetem, és az edzősködésbe belevágtam már egyetemi éveim alatt. Gödöllőn te vagy a röplabdás utánpótlás csapatnak a vezető edzője. Hány csapattal foglalkozol, és ez mennyi gyereket jelent? Hát gyakorlatilag jelenleg Gödöllőn az idei évben körülbelül olyan 80-90 utánpótláskorú játékosunk van, a felnőttet ebbe nem számolom bele, ott is van egy utánpótláskorú saját nevelésű játékos. De gyakorlatilag 2006-ban kezdtem itt az első csoporttal, azóta azért már több mint 150, lassan 200 gyerekre tehető az, akikkel azért a röplabdát igyekeztem megszerettetni. Jelenleg, azt mondja, hogy utána kell számolnom, 5 csoportban zajlik az utánpótlás képzés itt Gödöllőn, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és hát gyakorlatilag egy kisi közön mindegyikhez van, de tulajdonképpen most a legnagyobbakat és a mini korosztályt edzem én, és hál' Istennek idén egy új edző kollega is érkezett a klubhoz, Horváth Kristóf, aki segíti a munkámat, mellette még Dóci István, aki korábbi nagy sikereket ért el itt Gödöllőn felnőtt szinten is, és Batizinét Imko Ildikó segítik a munkámat, tehát tulajdonképpen 4 fős az edzői stáb. Milyen eredményeket értek el az utánpótláskorú gyerekekkel? A tavalyi évben először eljutottunk országos döntőig ifjúsági korosztályban, ami azért nagyon nagy siker számunkra, mert csupa saját nevelősű játékossal értük ezt el. Korábban voltunk már juniorban döntősök, de ott azért voltak olyan játékosok, akik máshonnan igazoltak ide idősebb korukban.
és ezért a tavalyi év egy ilyen mérföldkő volt a Gödöllő Röplabda Klub történetében. Idén is már részt vettünk Diákolimpián egy országos döntőn a Török Ignác Gimnázium csapatával, ahol több mint 70 országos csapat közül a 8-as döntőbe bejutottunk. Ott 7. helyen végeztünk, de ez volt a reális csupa. Olyan csapat előzött meg minket, ahol felnőttben edződő játékosok is a csapat tagjai. Jelenleg a gyerekbajnokságban és a serdülőbajnokságban is országos elődöntősek vagyunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évek munkája és eredményi alapján már jegyzik Gödöllőt az utánpótlás térképen. Több sportprogramban is részt veszel tevékenyen. Melyek ezek? 6 éve edzősködöm válogatott szinten is. Először másodedzőként, majd vezetőedzőként. Jelenleg a 98-as születésű játékosok alkotta válogatottnak vagyok a vezetőedzője. Ez egy országos program, úgynevezett Héraklész program, ahol az ország legjobb röplabdázóit igyekszünk összetömöríteni, és kialakítani a következő utánpótlás válogatott gerincét. Ez egy megtisztelő feladat, válogatott edzőnek lenni, és ezt nagyon, nagyon szeretem csinálni. Ez már 2004 óta, tehát lassan 10 éve benne vagyok ebbe a körforgásba. A városban továbbá zajlik egy program, a mindennapos testnevelés programja, ami 2 éve kezdődött ennek a kidolgozása, és Gödöllő nevéhez fűződik tulajdonképpen a program, és ennek a stábnak én is a tagja voltam, a szakmai stábnak. Jelenleg az Erkel iskolában a mindennapos testnevelés keretén belül oktatok hetente egyszer röplabdát. Tulajdonképpen ezek teszik ki az életemet. Nemrégiben egy rendezvényen a röplabda utánpótlás motorjának neveztek téged, és díjat kaptál. Hát ez mindenképp megtisztelő, hogy a motorjának neveztek. Valóban nagyon sokat teszek érte, és gyakorlatilag az életem nagy részét a röplabda teszi ki. Egy utánpótlás edzői külön díjat kaptam. Talán az elért eredményeknek volt ez a honoráriuma, egy megemlékezés erről. Nyilván az edző, az ember nem azért csinálja, hogy díjakat kapjon, hanem azért, hogy gyerekeket megszerettesse ezzel a sportággal, és magával a sporttal, és lássa a boldog arcokat, a csillogó szempárokat, amikor esetleg egy mérkőzés meggyernek. Ugyanakkor lássa azt, hogy könnyek hullanak egy-egy vesztett mérkőzés után, és akkor az edzőhöz fordulnak, hogy most mi történt, most mit kell csinálni, és akkor el kell nekik mondani, hogy a sportban megtanuljátok a győzelmet, a vereséget, és kell nekik egy kis erőt és útmutatást adni. Én nagyon szeretem ezt a hivatást, és remélem, hogy sokáig tudom még űzni.